Na helló srácok, sokak számára ismerős lehet a környezet, nem így terveztük a dolgot, hogy itt leszünk, de az eső az elmosta a kinti rendezvényt, úgyhogy ide bekényszerültünk. Parlámpákkal fogjuk végigrakni az egészet, ott is, itt is, azt hiszem ott is, meg a kis teremben is. Ide is kell. Hát összesen 31 néhány parlámpával jöttünk, hogy teleszínezzük a helyet. Épp egy üres tápot vadászok. Honnan tudnám a mi cuccainkat elvinni? Majd mindenről csinálok videót később, mert van itt látványosság, csak most haladni kell, mert szokás szerint hát itt mindig csúszásban vagyunk. Azt most megmondom, hogy a hely méretéhez képest nincsenek elaprózva a lámpák. Most óra ráléptem. Három sor lámpa van fönt. Szóval mutatnám a szubszekció sem tréfa kategória. Egyik videómban említettem ezt a egymély megfordítva variációt, hogy a színpadon ne legyen olyan hatalmas a mély. Meg vaslámpákat fönt is. Kardioid elrendezésnek hívják ezt, mikor egy-egy láda meg van fordítva. És hát az az előnye, hogy a színpadra visszafele nincs olyan hatalmas nagy mély, úgyhogy fönt elviselhető, mert ugye itt ezek mögött, a mélyládák mögött hatalmas nagy mély szokott lenni, de így ezzel meg lehet oldani, ugye ellenfázisban, szóval ki, hátrafele kioltás. Ez a lényege ennek, ez egy ugyanolyan mélyláda, mint ez, csak ugye meg van fordítva. Egy-egy oldalon egy-egy kis Martin közeltéri, hát fönt meg egy jó kis lineri téma. Meg van egy kurva nagy LED fal, meg minden tényleg mi szemszájnak ingere. Ha esetleg valaki nem tudná, hol vagyunk, Dürer kert. Ha esetleg valaki még LED falat nem látott volna hátulról, akkor az így néz ki. Sorba füzögetve a Powerkonok. Alul meg mennek a jelek. Nem tudom ezzel a villogással mit tudok kezdeni. Hát a LED világítás sajnos ilyen. Van itt minden gyerekek, mint karácsonykor. Kurva nagy LED fa, néhány cuccot, egy keverő, srácot készül elő a fénypult, a Kempsis-es téma. Kezd alakulni a sztori, és most vettem észre egyébként, hogy itt van egy delay szekció is fönt. Megmutatom nektek. Kempsis pult van. Azért meg kell hagyni, ez szép látvány. Van egy srácok ipari méretű csocsóasztal is. Nem tréfa kategória. Az ott egy sima. Haja. Egybe a csapat. Sörpong is lesz, úgy látom.
Ezek dupla 18-as Martinok. Nem tudom, mutattam-e már. Összeszedegettem a kis mótyogunkat. Mindjárt szépen elcsomagoljuk. Aztán takarodás hazafele. Minden még 2,5 óra nekünk. De hát az élvezeteknek áldozni kell. Nos, ennek a videónak a végét is jó pár nappal később veszem föl, mint ahogy maga a videó rögzítésre került. Ennek az az oka, hogy olyannyira nem volt idő felvenni ezt a dolgot, hogy teljesen ki is ment a fejemből a rendezvényről röviden. Hát láttátok a helyszínt, ez egy céges rendezvény volt, nem igazán lehetett videózni, itt szerződésbe lett foglalva, hogy semmilyen képi és hangi anyag nem készülhet igazából. Azért is láthattok ennyire keveset ezekből a jelenetekből, mert igyekeztem csak a technikai részre összpontosítani, hogy semmi kompromittáló ne kerülhessen ki. Hát igazándiból egy elég macerás este volt. Mindegy, nem is bocsátkozok részletekbe. A lényeg az volt, hogy nekünk parlámpákat kellett volna szabadtéren 31 néhány darabot kirakni. Nyilván a szabadtéri rendezvény meghiúsult a rossz időjárás miatt, így beköltöztünk abba a terembe, ahol ugye a videó nagy része készült is. Hát nyilván raktunk oda is ki lámpákat falszínezni, lila volt a színe az eseménynek. Hát ugye a fekete vagy sötét, szürke falak miatt a színezés nem annyira volt látványos, de ennyit lehetett belőle kihozni. Igazándiból itt volt még egy zenei szolgáltatás. Az is megért volna egy misét, ugye magyar zenét abszolút nem lehetett játszani. Így egy picit olyan kötöttebb volt a dolog, meg lett oldva végül is. Működőképes volt a sztori. Hát, hogy is végeztünk? 3 órakor végeztünk. Hajnal 3-ig tartott a szerződés. Összepakoltunk még durván egy 1,5 óra alatt, és Budapestről egy 2,5 órás úttal haza is értünk. Hát azt hiszem volt 7 óra, mire ágyba kerültem, ugye elpakolás, ez az amaz. Az úgy kivett belőlem rendesen. Aztán másnap már egy fesztiválon kötöttem ki. Ott csak későn délután 6-tól 10-ig zenéltem. Arról nem készült videó, mert nem készült videó. Aztán harmadnap, ugye ez csütörtök, péntek, szombat. Szombati napon egy esküvőn voltam, ahol szintén nem készült se kép, se videó. Ott egy személyes hadseregként két helyszínt megoldottam két külön településen. Az egy kicsit olyan húzósabb volt. Ugye a két település miatt ott volt egy 1,5 órás eltérés, de zökkenőmentesen meg tudtam oldani a dolgot. Ott nem volt semmilyen hiba. Ott már úgy harmadik nap egy kicsit fáradtnak éreztem magam, de meg lett csinálva az esemény. És képzeljétek el, hogy az esküvőn
a férjnek az édesapja oda jön, hogy ő szokta nézni a YouTube videóimat, úgyhogy innen is üdvözöllek, hogyha esetleg nézed a videót, akkor jó, hogy dumáltunk egy kicsit, és köszönöm, hogy engem hívtatok. Ja, meg a kastélyba is, amikor húzkodom ott a kábeleket jobbról-balra, akkor megkopogtatja valaki a vállamat, hogy ő nézi a YouTube csatornámat, és hogy szabadna egy közös fotót. Mondom, persze szabad. Ezek így meglepnek, mert azért ennyire nem érzem magam ilyen hatalmas nagy sztárnak, meg hát se, utolsó utáni senki vagyok. Nemhogy sztárnak, nem érzem magam. De jó lesnek ezek. Na mindegy, ez csak így a rendezvény végére szánt videó. Csak egy kicsit túl gondoltam megint, mint mindig. Ja, ennyi volt a beszámoló erre a videóra, úgyhogy srácok, köszönöm, hogy megnéztétek, jók legyetek, sziasztok!